Jó reggel, miért üdv a csatornán, honnan nézzetek mekkora kerek a kinövesznek azért, hogyha ez elrobbanna, akkor lehet, hogy így belerepülnék a izébe. Oda, abba a szalva bálába, jaj, ez nagyon durva lenne, futás, 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 a gépernek annyira olyan van, mint az őrület. Egyébként akarok mutatni valamit Joel Csebőnek, mert ő annyira mondta, hogy mekkora hülyeséget csinálsz, Keeper, hogy teljesen leviszed az árat. A szalmának nem viszed le egyébként, a Farming Simulator 19-be eléggé rugalmasan kezeli a játék az árakat, igaz, hogy néha lemegy, hogyha adsz el, de addig például, amíg ezt be nem hordom az összes szalmát és nem pörgetek időt, az nem nagyon megy le. Úgyhogy nagyon királyság van, és kaptam majd nagyon jó ötletet, amit meg fogok valósítani, és eddig nem is értem, hogy miért nem valósítottam, mert igazából azért, mert olyan hülye voltam. Oda nézzetek, gyerekek, erre pénzt költünk, mert a Keepernek szüksége van egy kis dologra, dologra. Jó, bazza, nagyon, annyira, úristen, mennyire fel vagyok pörögve. Alig vártam, hogy végre játszhassak ezzel a játékkal, csak ki akartam, hogy menjenek a részek, ugye a hétvégi részek, meg a hétfői, de most végre tudom csinálni a dolgokat, és kaptam egy jó ötletet, hogy miért nem csinálom azt, hogy rakok ide egy betonlapot, és már is, akkor megoldódna a Keepernek a problémája, de át tudnék itt szépen kelni ezen a dolgon. Úgyhogy már is nem fog a Keeper rakni ide. Várjátok, ez valahogy nagyon okosan rá meg kéne nézni, hogy tök jó legyen. Kicsit lejjebb. Az a baj, hogy olyan nagy léptékbe ugrik lejjebb, följebb. Hát ez szerintem így jó lesz, ugye? Igaz, hogy egy kicsi pénzbe került, de oda nézzetek, végre normálisan át tud kelni a Keeper, és nem úgy kell átugratni. Oda nézzé, testvérem! Köszönöm az ötletet! Egyébként egy darab nézőnek jutott eszébe, ennyi idő alatt ez, hogy ezt így meg tudom csinálni. És most írta a srác, hogy te, miért nem raksz oda egy betonlapot? Úgyhogy tényleg köszi szépen. Küldtetek egy csomó modot, egy csomó mod bekerült egyébként most a játékba. Például vetőket, traktorokat, meg minden csodálatos, szép dolgot. Egyébként kaptam egy modot, amit elfelejtettem berakni egy sráctól, ami gyakorlatilag nem sterimó, hanem ilyen tipikus ilyen slag mod. Tehát ilyen föl van tekerve egy slag, és azzal tudod így leveretni a gépet, amit igen, és szerintem is egyébként autentikusabb. Amit megint nem raktam be, úgyhogy megint úgy fognak kinézni a gépek, mintha a Godzilla szarta volna telibe őket. Szóval, hát ez van, gyerekek. Egyébként itt még a Kirovec is ugrat, apám ezen az ugraton, hát a Zifa az meg majdnem föld körüli pályára áll. Gyerekek, hát sorskártya nap van, és végre talán levetkőzzük az átkot, és végre dolgoztathatok munkásra. Egyszerűen nem hogy hihetetlen, hanem egyszerűen szürreális az, hogy kétszer kiúztam azt a sorskártyát, ugye, hogy a nem dolgoztathatok gépi munkásnak. Komolyan mondom, már kezdtem elveszteni a hitemet. Ja, írtátok, hogy a vágóasztalokat majd javítsam meg, mert akkor gyorsabban fogok szépen dolgozni a kombájnokkal. Mert az ugye az a baj vele, igen, ugye oda is raktuk már azt a javító szerkezetet, fogunk folyamatosan javítani mindent. Most egyelőre az a terv, hogy eladjuk a maradék szómát. Sanyika, mit csinálsz te? Már megint elkezdted itt tráspolni a izédet, tráspolni a száraz tápot soha nem veszi meg, csak kizárólag akkor, hogyha én elkezdek videózni, mert az ropog. Egyébként ilyen troll, rájöttem, troll a Sándor. Ajjaj. Nagyon bele vagyok megint merülve abba, hogy pénzkeresés legyen. Nem merem megnézni a tyúkoknál, hogy mennyi pénz van, mennyi pénz jött be. Igen, nem merem megnézni, mert ugye tudom, Demon Hill a vetésforgót nem jól mondom, de értitek szerintem, hogy mire gondolok a vetésforgó alatt, szóval egy darab, akkor minek nevezzem? Hogy nevezzem? Egy aratásból bejövő pénz, nél fogjuk megnézni mindig, hogy a tyúkok mennyit terveltek, vagy nehogy azt mondjátok tényleg, hogy itt pörgetem idióta módon körbe-körbe az időt csak, hogy termelődjön a tojás, nem? Hanem, és nem csites a tyúkol, mielőtt még azt mondja bárki is, hanem az állattartás az ilyen, és várjátok, meg is fogom mutatni, nyomok egy ilyet addig, menjen arra, és akkor meg akarom mutatni az állatólaknál, hogy van olyan tyúkol 40 ezerért, tehát még olcsóbban jóval, mint az enyém, amelyik 400 darab férőhelye, szóval egyáltalán nukucsit
Nukucsi gyerekek a tyúkolnál, ugye az enyém az 500 férőhelyes, drágább, többe kerül, szóval, meg jó nagy helyet foglal, szóval ez nem csites, hanem autentikus, tök jó, mert ilyet használnak. Itt például, ahol én lakom, itt is használnak olyan ilyen csirke telepet, amelyik egy gyakorlatilag régi százas istálló, egy nagy, rohadt nagy hangár, és abban növesztik a tikokat, a csikéket. Igaz, hogy ugye általában magyarba nem a tojásért, vagy itt például nem a tojásért, hanem ugye kis csirkéket vesznek, utána felnövelik, utána eladják, vagy pedig sok helyen keltetnek csirkéket, és akkor azt nevelik, ugye inkább a húsáért tartják, de természetesen a tojásért is, mert különben ne volt be, nem lenne tojás. Eladó! Na, de úgy értem, hogy most itt a faluban, ahol én lakom, itt egyébként a húsáért nevelik a csirkét. Egyébként pulyka tele volt régebben, csak most által van zsálódott csirkére, gondolom az jobban megy. Egyébként én nem tudom, én soha nem voltam oda a pulykahúsért. A pulykahús az nekem mindig olyan, nem tudom, ti jó, szeretitek a pulykahúst? Én egyébként mindig csirkét. Nem tudom, én ugye... Sokan a pulykahússal úgy találkoznak, hogy már ilyen szalámiba, meg ilyen feldolgozva, ilyen mindenfélébe. Aztán én meg ugye nem csak úgy találkoztam vele, hogy élő formában, meg még ráadásul úgy is, hogy így láttam olyat, hogy sült pulykacomb, hát az egy ilyen nagyon ortopéd, hatalmas nagy dög valami, ami egy kicsit azért olyan, nem tudom, mennem, ilyen viszolygást keltő, egy finom csirkecomb az nekem úgy jobban bejövősebb kategóriába tartozik. Ja, gyerekek, akkor a szalma eladási projekt fog menni ma, utána meg mindenképpen, hát jó új gyerekek, sorskártya nap van, more várjál be, az időt azt meg elfelejtette a keeper, addig nyomok egy 3-es gombot, elfelejtettem elindítani, more nem fogom tudni, hány óra van. Legszívesebben már húznám a sorskártyát, nem tudom mennyi idő ment, gondolom olyan túl sok, ne? De hát, kibírjuk ezt az időt még, hogy össze kell szednem a szalmát, azt utána majd veretjük el neki, mint a vörös egyházi. Ja, nem tudom az ifán, hogy milyen huncutságok vannak. A múltkor vettünk, vagy nincsen már megint? Az a gond, hogy igen, mindig kell venni ilyen különböző dolgokat. De előbb-utóbb azt fogja csinálni a keeper, hogy a disznó tartásra, meg a marha tartásra rámegyünk, aztán akkor lesz mindenféle trágyám, nem kell többet venni. De egy dolog ugye problémába ütközik, hogy mindenképpen kell majd trágyát vennem, hogyha úgy akarok trágyázni, hogy vetéssel együtt, mert ugye a ganyét azt nem igen kell belerakni a vetőgépbe. Úgyhogy itt lehet, hogy lesznek problémák ezzel, de hát majd kiküszöböli a keeper. Na gyerekek, igen. És nagyon sokan írjátok ezt a... Cruise módot? Nem is tudom. Ami az a lényeg, hogy így be tudod állítani, hogy menjenek a gépek, meg esetleg még a szállítást is meg tudod vele oldani. Hát nem tudom egyébként, így is mindig vannak olyan emberkék, akik így ki vannak azon akadva, hogy gépi munkást használnak. Ezt nem is értem, hogy miért, de komolyan, ami gyakorlatilag nem mód, hanem így benne a játék, de ezt nem is, én abszolút nem értem. Mármint így ne, tényleg, most ez nem irónia, hanem nem értem, hogy miért vannak kiakadva. Hát akkor mi lenne, hogyha elkezdenék olyan modot használni, amivel gyakorlatilag elviszi majd a szemet a eladásra, az ifa, meg így automatizálni, érted ezt? De ettől is félek egyébként, mert biztos vagyok benne, hogy sokan nem örülnének neki. Azt a franc tudja, gyerekek. Igazából megszavaztatni kellene mi. Az lenne a kerály. 95%-a vagyunk, várjatok, akkor már így húzzuk le keresztbe veled itt. Apám, hallol. Még ennek a kiróba bele kellene rakni a ragymotort egyébként. Azt írtátok is, lehet, hogy az kellene neki. Jó, megyek is eladni, mert igazából már nincs semmi probléma. Figyeljetek, annyit kell megnézni, hogy ezek milyen állapotban vannak. A kiró az milyen állapotban van? Az jó állapotban. A izét azt ugye így nem tudom megnézni, úgyhogy meg kéne nézni ezt a hamstert. De így gyorsan megnézem, jó? Gyere hozzám, testvérem! A laptopomat előveszem, javunk egy gameplayt. Na, várjál már. És mi a lámpát felkapcsoltak itt fel? Hülye vagy te. Na, hun a laptop? Add elő! Megnézem, hogy... Oh!
Öcsi! Na hát ezért kell megnézni ezeket a dolgokat, gyerekek, mert itt aztán ma ez nagy probléma. Na ide rakom ugye, ilyenkor az a lényeg, hogy nem látszik, ugye, hogy hol szerel, de tudjuk mi ugye, hogy a bal oldalán, szóval jó. Ja, hát ezt érdemes volt megint megcsinálni, mert gondolom egy kicsit azért visszafogta a dolgokat. Egyébként ezek a modok valahogy iszonyatosan gyorsan romlanak, nem? Legalábbis én úgy érzem, hogy valahogy nem annyira túl tartósak. Egyébként van egy olyan gépmenő, amivel meg tudod nézni, mindjárt meg is fogjuk nézni. Csak vigyük a dolgokat, meg jó lenne egy figyelj ezt alarom, aztán megy a sorskártya, jó, hogy ne húzzuk az időt nagyon. Egyébként azért is jó, hogy ilyen nehéz géppel vontatni ilyen nagy dögöket, mert nem olyan könnyen löki meg. Mert ugye láttátok az MTZ-t a fával, neki várta a falnak, mint az állat, nem egyszer konyarba. Azért a kirovecet annyira nem annyira dobálja a nagy szállítmány. Egyébként nem mondom neked, hogy ezt meg kell nézni oldalról, majd legközelebb, amikor így ugratunk, mert esküszöm, hogy így megdobja a kirovezet is, és amikor leér, akkor így belapulnak a gumi. Az egyébként már a 19-ben is tök jó meg volt csinálva, hogy így lapulnak a gumik. Ezt a két fát mindjárt kivalkom, hogy nem tudom, mert esküszöm, hallod? Álljál meg, Sanyi! Hát a rossz sem nem ette meg ezt a két fát, hogy mindig itt a rossz helyen van. Várjál, elvileg ki tudom vágni, nem? Attól is, hogy még nem az enyém. Egy a francba, innen kettőn csökedék fa. Nem hiszem el annan. Ó, te figyelj, várjál, kituskozzuk. Hát, hogy ezt nem is engedi. Hát, hogy ezt nem... Jó, nem baj. Hallod, állandóan ezzel kellett így vinkornom, hogy ezt kerülgeti a kőbe. Legszívesebben villanyoszlapokat is kívánna. Jó. Egyébként egy ilyen sztori van, hogy, a... Így elmesélem. Ugye a faterom az régen így kint szokott üldögélni mindig itt a tornácon, így a ház előtt, az olyan, mint az erkély, csak mégse az, meg olyan, mint a inkább terasznak nevezhető a tornác, és ugye mi ilyen dombon lakunk, és így belátni gyakorlatilag az egész falunak a központját, meg minden. És akkor egyszer csak így az egyik szomszédba elkezdett nőni egy ilyen cseresznyefa, vagy megyfa, és pont a fateromnak a kilátását zavarta. A fater az nem volt az a szívbajos fajta, de mindjárt mesélek egy másik történetet, megőrültök. A fater nem volt egy szívbajos fajta, megkért egy ilyen, hát nem akarom ledegranálni az, a fiatalember, de ilyen tipikus, tudjátok, ilyen faluba szokott így elmenni, esetleg dolgozgatni, de azt is nagyon ritkán, munkahelye sose volt, ember, aki ilyen borér is elment, tudjátok, így dolgozni a köl, bár azért komoly munkát ne bízzál rá, mert lehet, hogy inkább rosszabb lesz, mint volt. Na, azt megbízta, hogy te gyere ide, Gyurika! Na figyeljé, látod ott azt a cseresznyefát? Látom, Karcsi bácsi. Hát azt le kellene vágni. De Karcsi bácsi, hát ott laknak. Gyurika, kettő literes Rákóczi? Rendben van, Karcsi bácsi, adja a fűrészet. Öcsémbe levágta a fát a olyan helyen, ahol éppen nem voltak otthon, azt levágta az ágait, hogy a fater, a Karcsi bácsi, vagy a Karcsinak hívták a fater, lelásson a központra, a falu központjáig, és lássa, hogy éppen milyen érdekes dolgok történnek. Aztán igazából a Gyurival nem nagyon tudtak mit csinálni, mert hát most följelente, és csak nem tesznek ellene. Jó van, oké, megtörtént az esemény, persze mindenki tudta, hogy a Karcsi bácsi, a fater végeztette vele a munkát el. A fater meg igazából annyira érdekelte, hogy ki kedveli, meg ki nem kedveli, hogy ezt el nem tudjátok képzelni. Hát olyan sztorikat tudnék róla mesélni, most nem tudom, hogy ilyen... ilyen tipikus... igazából trollnak lehetett volna nevezni, hogyha a régi világot használhatták volna ezt a szót, de hát ugye nem használtak. Várjátok, most megküldöm ezt a gépet, ezt megnézzük, ugratunk egyet vele, jó? Nézzük az első kerekeket, aztán utána mesélek tovább. Hát, ja, most ezek elég jól elcsesztem, mert rákapattam a szélére. Na, igazából így mindig trollkodni szokott, hát volt olyan, hogy jött hozzám valaki biciklivel, aztán fölcincálta, féltette nagyon a bicikliét. Jó, várja, cseresznyét szedni jött. Jött hozzám valaki cseresznyét szedni. Mert ugye egy nagy cseresznyefa van az udvarunkban, most már nem olyan nagy, mert szépen visszavágtam. De mindjárt, fú, bazeg, kellene egy sorskártyát húzni, de ezt el kell mesélnem. És
Féltette a bicikliért kihagyni a kapu előtt, ezért behozta, és oda támasztotta a cseresznyefához. Az fater így, ilyen tipikus székelyes volt egyébként csomó mindenben, így, na mi van, hajnikám? Csak talán nem a biciklivel akarsz fölvenni a cseresznyefára leszedni a cseresznyét, de ez a halál nyugodtsága, tudjátok. Nagy pöcuncálta az udvarban, ilyen nagy dombon lakunk a biciklét, oda támasztotta a cseresznyefához, ezt nézett fölrász. Hajnikám, hát csak nem a biciklivel akarsz fölvenni a cseresznyefára. Hát, az úgy rögtem rajt. Na, sorskártya gyerekek, kéne egyet, nem? Még aztán mesélek, trollkodok egyet, hogy milyeneket trollkodott még az öreg. Ugyanígy a hajnikát egyszer nagyon megszivatta. Na, nyomjuk neki gyerekek, csak ne valami nagyon csúnyát húzzunk. Jó van, oké. Le van tojva, végre lehet bukásra dolgoztatni, a tiszta udvar rendes ház az meg abszolút nem érdekli a keeper. De jó, végre. Végre mehet a meló. Na, akkor már csináljuk is. Ki kéne hozni? Ajjajjaj, hát erre el kellett volna készülni, de már nem mertem, gyerekek, várjál, hol vagyok? Az MTZ-vel le kéne jönni. Az MTZ-vel le kéne jönni. Na, az MTZ-vel le kéne jönni, hát azt a pautkocsit, azt kölle nekünk ott, nem. Itt hagyjuk a pautkocsit, mert itt hát a köl valamit csinálni. Azt kellene csinálni az MTZ-vel, köllene Pétisót eszórni. A Pétisó az még nincs eszórva, ugye azon a földön. Márjál, ma megnézi gyorsan a kápar. Növekedés, gyom. Izére vagyunk kíváncsiak. Jó, szántást igényel, az nem érdekel minket, meg a mészkő hozzá se. Ez egyébként nincsen megtrágyázva, az abszolút nulla trágyázás van. Hajrá, hajrá! Csináljuk, csináljuk. Akkor megyünk, akkor leszórja Pétisóval az MTZ, közben mesélem, na aztán ugyanígy a hajnika jött, ugyanúgy fölcivolta a biciklit az udvarba, oda támasztotta a cseresznyefához, az öreg már nem nőm kedvelt a hajnikát. Ha mit csinált? Egyébként a hajnika mindig biciklivel jött. Egyébként nem barátnő volt meg semmi ilyen, hanem mit tudom én, így ismerős, elég idős volt, már mit tudom, 50 éves vagy 60. Na, most az történt, hogy a hajnikának meccióllóval levágta a szelepeket levágta a biciklinek a két kerekéről. Hát azóta utána a hajnika nem járt biciklivel, úgyhogy ja, elég csúnya dolog, tudom, de ja, igen. De az, hogy hát hajnikám csak nem a biciklivel akarsz felmenni a cseresznye a fára dolog, azt ugye elsütötte, az dőltem a rögéstől a fát. Nya! Wow! Van nálunk Pétisó? Van? Jó, van annak körül a képe. Öcsé, valóra egyébként tényleg van érzékem ahhoz, hogy mindent az útba rakjak. Ahhoz tényleg van érzék. Egyébként kaptam egy nagyon jó ötletet, azt írtátok, hogy csináljam azt, hogy húzzam ki földszélére a pautkocsit, az ifa majd úgy viselkedjen, hogy csak a... Mindjárt meglátjátok, mert bonyolult. Jó, keepernek bonyolult elmagyarázni ezt. Meg akartam még a faterral kapcsolatban mondani valamit. Ilyen, csak ezt elfelejtettem. Hogy mit akartam? Öcsém, Allori, te... mi van itt gyerekek? Rendet rakjunk, vagy mi? De ne rakjunk rendet, hanem ha már egyszer a gépi bunkás megindul, oké? Okay? Ígérem, hogy rendet fogok rakni, csak megindult a gépi bunkás. Meg megnézzük a modokat, mert hoztam a betőgép modot, meg mindenféle, csak egyelőre most ugye vettünk betőgépet, azt most nem fogja meg a képen elcseszni. Már meg ilyen sok kávé. Szoktatok kérdezni, hány kávét iszok egyébként, én nem tudom miért, de nagyon durva, hogy egy az, hogy a vérnyomásom az nekem ilyen nagyon perfekt. Így mindig röhögnek rajta, hogy ilyen orvosi vizsgálat, vagy valami van, akkor mindig így megmérik. Úristen, mi történt? Mondom mi? 120/80. Hát mondom, miért nem annyira kell lenni? De hát pont 120/80 a vérnyomás, és így mindig annyi. Ha iszok kávét, akkor baromira fel tudok pörögni. Olyan, hogy munkáján 10 órás szünetben szoktam inni kávét. Előtte így, amikor kivagyogok, akkor ilyen... sziasztok, kimegyek, iszok egy kávét. Na mi van? Várjál már! Valamit akartam csinálni. Úgyhogy egy pillanatra várjatok. Várjatok? Várjatok? Jó, MTZ maradjon itt.
Az a baj, nincs a másik végén semmi a földnek, úgyhogy örök a gyalogon. Miért látok, hogy ezeket csekmeteljem ki, ezeket a fákat, amik ott vannak a föld alatt, és akkor jól fog fordulni a gép, figyeljen meg. Úgyhogy most pont aktuális ez a szituáció. Ja, és akkor amikor visszajövök, akkor meg úgy szoktam visszajönni, szállj, talpra gyerekek, csapjuk neki! És komolyan, és nem játszom meg, hanem tök föl tud pörgetni egy kávé. Mondjuk ilyen tipikus daráló szemes kávét szoktam inni a szünetben, az aztán tudja a dolgát. Várjátok, ez hogy éj? Aztán nem tudom már, hogy most ez... Elvileg ki kéne ezt darálni, de... Hoppá! Az a baj, hogy nem nagyon akarja. Most ez a Lumberjack mód, ez be van kapcsolva, vagy hogy van? És aztán rossz sem tudja, hogy miért nem akarja. Ó, ott volt a piros! Ott a piros! Itt a piros, hol a piros? Láttad? Ja, Akkor eltűnteti az egészet. Na, ez jó volt. Ezeket is kivagdolja minden, hogy mi van már, mit kell itt még kívánni? Figyelj, tüntessük el ezeket a fákat. Nem hordom be, mert mit tudom én. Meg hát ezeket nem is lehet, mert ez például föld alatt van. Kíváncsi leszek. Írtátok, hogy emiatt nem fordulnak jól. Hát én hiszek nektek, esküszöm. Nem tudom. Ne szívjuk már annyit vele, nem? Jó, a rovat nagy az nem megmarad. Ez már a checkmat. Egyébként megcsinálhatnám azt is, hogy izével lehúzom. Föld átalakítóval, ugye. Nézzük itt is egy, úristen gyerekek, hol vagy? De egyébként marha jó ez a Lumberjack mód, ennélkül ugye be kéne mennem a map alá. Ugye ezeket a fákat ugye eltüntesse, így gyakorlatilag ki tudod csettinteni. Pénzt nem kapok érte, úgyhogy ne ijedjetek meg, most én ezzel nem fogom itt halálra keresni magam. Csak egyszerűen annyi, hogy kiszedem a föld alól a fákat, meg ezeket a dolgokat, amik itt zavaróak. Na, ez is eltűnik. Remélem, hogy így most már frankóbb lesz. Egyébként itt is van még, ez mondjuk már a szomszéd földön van, tehát ezt is el kellene tüntetni. Mert ugye nem sokára egyébként már az az épfődebb lesz. Ó, ha mindjárt barátid, nem? Aha, az már jó lesz szerintem. Na, hol vagy az MTZ-je? És akkor menjen a meló. Ja, ezt akkor meg akartam mindenképp csinálni, előbb-utóbb úgyis meg kellett volna. Indítsuk el a gépet. Kicsit megpettyintjük. Kicsit megfesti a keeper, ennyi. És akkor indulj el, testvérem. Hát olyan lesen akart beugrani a gépbe a dolgozó. Olyan régen voltunk már, amikor dolgoztattunk a gépen. Na, gyerekek, akkor csinálom, szedem össze a kirovetszel még. Aztán, várjál, indíthatjuk majd a izéket, a tárcsákat is, ugye? Indíthatom a tárcsákat, ugye tudom, hogy ez... Ja, egyébként írta valaki, hogy hát van ám olyan vetőgép, amelyik ugye tárcsáz. Tudom, hogy van olyan, vagy kultivál. Van olyan írt, amelyik kultivál, de ugye ez nem az a fajta, és ezért mindenképp azt csinálja a keeper, hogy tárcsáz előtte, hogy azért autentikus legyen, ne az legyen, hogy egy ilyen valami letárcsázza nekünk. Na, meg még amit akart mondani a keeper, az, hogy írta valaki egyébként, hogy igen, van olyan, amelyik ugye kultivál előtte, de azon ugye előtte van vagy egy ilyen rövid tárcsa, vagy előtte van egy ilyen, van olyan, látott már olyat, írta az az ember, hogy akár egy talajmaró is. Ez mit csinál? Nem dolgozik az a gép? Hallod? Na, ez jó, látom. Ez a gépi munkás, bement oda az erdőbe, Isten áldjon. Úgy gondolta, hogy ennyi volt. Hát akkor mindjárt valamit okozunk. Nem tudom, hogy most miért állt meg, de jó. De jó, hogy megállt. Egyébként ezelőtt is ezt csinálta, ezt, hogy végigér és megáll. Lehet, hogy úgy akar fordulni, hogy jobbra akar tovább tartani, aztán úgy gondolja, hogy ez nem megvalósítható, és ezért megállt a srác. Na várjál. Egyébként kaptam egy olyan ifát is, ami elvileg már működik. Működik rajt.
Gépi munkással a permetezés. Ügy egyébként, jól fogy ebből a izajpéti show. Nézzük. Fölülről, ugye. Egy kicsit megfestjük, mert itt elmaradt. Oké. Okay. És akkor mehet visszafel a dolgozó. Figyelj, dolgozzál testvérem, ne csináld a izét, hepajt. Jó. Jó van, végre ezt a forrulj el a föld végébe, hallod? Ne hozzál rám szégyed, most végre fölvettem, vége a falunapnak, mi van, másnapos vagy, vagy mi az Isten, mi van még itten veled? Hát komolyan mondom, figyelj, mindjárt beelőzzem. 18-szor húzzuk, 19-szer. Wow, 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 írtátok, hogy a kiróba vegyek majd nagy motort, meg lesz az is, srácok, nem kell aggódni. Oda néz, hogy fut az MTZ? Aj, de nagyon-nagyon vereti, apám. Mindjárt lehúzzuk ezt a maradék szalmát, valószínűleg el sem adom, mert minek. Elég ráér majd akkor eladnom, amikor megtellik. Ezzel ugye nem valószínű, hogy nagyon meg fog telleni. Na roppant kíváncsi leszek, mit fog itt végezni a végén. Nehogy megálljál, fordulj meg testvérem az orrba. Ja, itt igen, itt írtátok, hogy mindenképp ezt fogja csinálni. Szóval ne ijedjek, meg nem lesz jobb, de legalább a másik végén el fog fordulni. Hát nem, hogy nem fordul, de hanem inkább azt csinálta, hogy event. Hova tolasz testvérem? Jaj, álljál meg, te bakagér! Hát komolyan mondom. Jó, ez le kell gyorsulni, gyerekek, mert mindjárt jön utána. Na, milyen? Nem kapcsolt be esetleg? Jó, köszi. Egyébként azt a szélét le kell húzni mindenképpen. De ha megvesszük ezeket a többi földet majd, akkor az lesz amúgy is, hogy így fogom megindítani. Mármint másik irányba. Igaz, hogy itt lesz, van egy ilyen belógás, ott az ugye a vadászleses dolog. Meg ott a másik földek már túl nyúlnak, de mindenképpen ugye hosszabbra járnám, és kevesebbet fordul a gép. A fordulás az mindig, főleg gépi munkásnak eléggé körülményes tud lönni. Na gyerekek, akkor figyeljetek, az a szituáció, hogy indíthatjuk a tárcsákat. Megnézzük, figyeljetek, megnézzük mindjárt, hogy milyen a gépek, milyen állapotban vannak. Van egy olyan menü, és akkor meg tudjuk javítani azokat, amik le vannak amortizálódva. Nézzük, mit csinál a csávunk. Gyerek, nyomjad neki. Viszont kell. Megfordul? Na most megfordul, a legelső nem fordult meg, jó. Viszont kellene hozni neki, figyeljetek, én ezzel ide félreállok, itt a baromira nem fog zavarni. Ugye a következő aratásig az itt szépen a dogál a szomszéd földjébe. Nem érne. Így, né. Oké, és akkor mehet a tárcsázás. De kellene hozni műtrágyát a csákónak. A csákónak az lenne az legelső dolog, mert mindjárt ki fog fogyni. 25% tényleg mindjárt ki fog fogyni, úgyhogy mindjárt kellene hozni az ifába. Gyerekek, úgyhogy akkor félreáll a keeper, és akkor valahol az ifánk az hol a penna. Majdnem azt mondtam, hogy pennában van, de nem szabad ilyet mondani. Na, menjünk a izéért, gyerekek. Menjünk, hozzunk műtrágyát. Meg majd megmutatom, hogy milyen vetőket vettünk, csak most rohadtul sietni kell. Arra készüljetek, hogy a következő... fölkapattunk a hátsó kerek. A következő, hát nem vetésforgó, hanem vetés után, vagyis aratás után, hogyha meg fogjuk nézni szerintem a tojásokat, gyerekek, iszonyat mennyiségű lesz majd. Hatalmas pénzt fogunk kaszálni. És igen, búzát fogunk most vetni, de azt fogom csinálni, hogy nyérre fogom tölteni az összes tyúkólat, meg még a silót is, tehát nem fogjuk eladni, most a búzából nem fogunk keresni pénzt, oké? Arra készüljetek, hogy abból nem lesz pénzünk, mert tényleg az kellene, hogyha tyúkoknál mindenképpen minél több legyen. Figyelj, műtrágyát szerintem baromi sokat kell, mert igazából abból használok nagyon sokat, úgyhogy egy kicsit ráköltünk, 2, 3, 4, 5, remélem föl is fél. Igen, jó drága volt, de hát ez van gyerekek, lesz ez még több is. Jó, 7%, biztos, hogy fogunk érni, előbb kellett volna gyűrni mi. Ja, igen, nem autólódozunk, hanem úgy gondoltam, hogy azt fogja csinálni a keeper, hogy nem autólódozik, hanem úgy csinál, hogy kézzel pakol. Az mégsem annyira durva, meg még ráadásul megmondom, hogy miért jobb, hogyha kézzel pakolok. Nem kell nézegetni, hogy melyik jármű autólódos, melyik nem. Mert ugye most, hogy tetszik egy jármű és nem autólódos, akkor ne az legyen, hogy jaj, azt nem vehetem meg, mert azt nem tudja
hanem akkor az van, hogy mindenképpen minden járművet tudok használni, csak épp kézzel pakolom. És igazából így meg ugye gyorsan azért fel tudok pakolni, nem egy olyan nagyon veszélyes. Hát figyeljétek, szerintem ez egy ilyen nem volt egy perc, nem? Mert gondolom, úgyhogy ez csak jó. És akkor igazából el, nézzünk egy izét. Le van körben, azt mehetünk is, mind az őrültek vissza. Remélem, hogy a izében van elég. Júj, meg kaptam egy ilyen nagyon érdekes modot, basszus, ezt nem raktam be, ami egy ilyen info mod, és egy csomó mindent ugye meg tudsz nézni a... hogy mennyi van például egy raklapban, meg egy csomó mindenre jó. Azt hiszem még a ilyen fáknál is talán írja, hogy mennyit ér, meg egy csomó mindent, és most pont most állt meg a... most állt meg a traktor, úgyhogy egész jó vagyunk. Jó, mert itt hátul azért el lehet jönni. Gyerekek, apám, azért vereti ám a keeper, mint az őrült. Az ifa milyen a... meg kell nézni a gépek állapotát, mindig elfelejtem. Na, testvérem az urba, töltés lesz. Öcsém, gyerekek, ezzel azért ide álltam, mi? Pont nem értem hozzá, alatt a tükör az itt fölötte van. Jó van, tesó, indítsd el a motor, mehetsz tovább. Hogy milyen tüzét rögtjent az MPD, tipikál volt nagyon. Oké, mehetünk. Nézzük. Csinálj a dolgot, bőven elég lesz. Jöhetünk a izékkel. Jöhetünk a kultikkal. Menjünk gyorsabban. Meg akarom nézni, várjátok, nyomok meg. Nem nyomok neki egy tempomatot, mert nagyon alacsony sebességem van. Most már jobb lesz. Nyomok egy tempomatot. És akkor megnézem, hol van az a merőpont. Na, itt van. Nem, itt van. Hülye vagyok, nem itt van. Itt van. És ugye meg tudod nézni, hogy milyen állapotban vannak a járműveid. És van három darab 0%-os. Az egyik, mi az a mond 3, meg juhat. Nem tudom, hogy ezek milyen. Nem lehet meg markolni őket, vagy valami? Gyerekek, hármas gomba jöttem végig, de durva volt. De durva volt a vetést. Ja igen, és írtátok, hogy jó lenne, hogyha megtölteném. A vetőket nyilván azt úgy vetnék, nem kellene akkor annyit tökörészni. Na, akkor az a lényeg, hogy el kellene indítani a... el kellene indítani a dolgokat, gyerekek, ezerre. Hú, ez tényleg úgy néz ki, mint akit oldalba fostak. Mindjárt megnézzük, hogy mennyi állnak a tárcsák. Lehet, hogy az egyik tárcsa egyébként. Aha, az egyik tárcsa, és lehet, hogy a piros pont. Mintha írtátok is volna előző rész alá, hogy a piros tárcsával vannak problémák. Na, mindjárt megnézi a keeper. Most egy kicsit ilyen pörgés van ám, bocsász. Pörjeg a képer, mint az állat. Nem. Igen, köszi a tippet. Oké, és akkor még kettő dolog egyébként. 0%-os, tudnám, hogy mi. Figyeljetek, akkor írtátok ugye, hogy csak ezt a végét, ha lehúzom, az nekem bőven elég lesz. Úgyhogy akkor húzzuk le ezt a végét. Az MTZ, az már legutoljára megy? Nehogy keresztbe húzzam a szá... nehogy keresztbe húzzam a szállítását, gyerekek! Nézzük meg az MTZ-t, szerintem pont a végét. Ah, nagyon jó az időzítés, jó a logisztika, ugye? Akkor lehúzom ezt a végét szerintem legalább kétszer, nem? Kérhető, az bőven elég lesz, és akkor el tudom indítani, fölfele már a rávát. Kíváncsi leszek, hogy igazatok volt-e, hogy a föld vége, az már jó lesz. Egyébként lehet, hogy ezek a kicsi fák is be közre játszanak abba, hogy ezt így nem csinálja, de hát nem lesz olyan nagy gond már, mint nem kell aggódni, mert ugye hosszába lesz megindítva majd legközelebb már. Most ugye kettő olajat veszünk még, ami nem lesz nagy kunst, mivel a tyúkok szerintem ki is fogják termelni már az árát. Tehát a következő vetés, vagy az aratás után megnézzük a tojásokat, én úgy érzem, hogy addig meg fogja csinálni. Meg fogják csinálni a tyúkok a pénzt rá, és akkor megjössz a kettő ól, és onnan akkor a földre fogunk gyűjteni, a következő földekre. Hogy legyen még több földünk. Ugye itt már eléggé nagy pénzek ugrálnak a földek, földekért. Jó, akkor szerintem az végzett is. Ugye az MTZ tök jó. Akkor indítjuk. Ezt lehúzzuk egy oldalást. Úgy. Oké. Nyomunk egy csodálatos kanyart. Egyébként ez a izé, ez a rohadt dinamikus ez a gép. Ez a rába. Szeresse.
Ráva Steiger 2, 5 fenes. Oké, mehetsz fölfele, tesó. És akkor jöhet, még gép. Oké, ezt elindítom. És el kellene mennem a kirovecér, bár az lehet, hogy túl messze van és le fog állni ettől. De talán nem, talán még belefér a távolságba. Jó, ezt megindítjuk a másik szélébe. A közepébe meg valakit. Mondjuk ezt is indíthatom a közepébe. Ezekkel a gépekkel azért már lehet haladni ilyen nagy gépekkel, ez már kezd tetszeni a keepernek. Tényleg meg kell nézni. Mindig, hogyha kihozok egy eszközt, akkor ezután... Lehet, hogy a kettő vágóasztal, gyerekek. Mi? A két vágóasztal szar. Azért, mert kettő... Igen, a vágóasztalokat megint nem néztem meg már nagyon régóta. A két vágóasztal szar. De egyébként, amikor kihozok egy eszközt a telepről, akkor mindig megnézhetném, hogy mennyire rossz, vagy mennyire nem. Egyébként ez kevés, sokkal kevésbé fordulékony, mint a 250-es Rába Steiger. Na várjatok, mindjárt ránézek, jó? Így csippeljük. Figyelj, mindenképp megjavítjuk, gondolom, azért ez is számít, hogy így jó legyen. Oké, és megy a T150K. Ketyereg. Szerintem a 250-es Rába fordul, ez egy jó dolog. Tehát az nem kotkodált le. Ezt kinyitjuk, és akkor mehet is. Kb. Itt. Oké, tesó, menjél. Akkor jöhet a T150K a legvégébe. Az MTZ-t visszahozom, és lehet, hogy az MTZ-be fogok indítani már most egy vetőt. Vagy pedig addig megtöltjük az MTZ-vel a vetőket. Hoppá! Ugye egy traktorra mindenképp rá kell csatlakoznom a vetőre, ha csak nem úgy akarok. Mondjuk beleburogatva is meg tudom tölteni, úgyhogy oda járok az ifával. És akkor beleburogatunk, és lehet, hogy akkor megpróbáljuk megindítani a... Megpróbáljuk megindítani az MTZ-t. Az MTZ-re mondtátok, hogy már megint a szar motor van benne, hogy a francesen be, eddig ezt kinyitom. Ja, neki hallod? Az ő van pörgés, öcsém. Jaj, ne. Jó, javítsuk meg az olyan, oké. Okay. Jó, jön vissza a rába, a gyerekek, nagyon szépen megy a dolog. Nagyon szép, imádom. Jó, tök jó. Nem tudom, mennyi időt lehet el kb. Még van, bőven van időnk, gyerekek, tök jó. Nagyon jó van azért. Pörgetjük az eseményeket nagyon durván. Mehetsz is, tesó. Le is lassítsa. Vágjad a főre. Jöhet az MTZ, ugye, visszahozzuk. Ez nem az MTZ, az MTZ mit keres itt? Az MTZ befordult ide, apám. Mind aki jó, fél rá, töcsén. Hát milyen jó, gyerekek, nagyon király. De várjatok. Arra vagyok kíváncsi, hogy a földvégeket leszórta-e. Szerintem ez furra le van szórva. Ott van egy icipici, látod? Az ott is maradhat. Tök jó leszórta. Jó, megcsinálta, úgy látom. A másik végén viszont valószínűleg le kell húznom. Várjátok, olyan egyszerűbb a térképpen megnézem. Igen, itt van kettő ilyen kis ketye, amit itt hagyott. Viszont a másik végét azt le kéne húzni. Azt ugye nem jól csinálja, de jó, mert még abban a stádiumban vagyunk, hogy bőven meg fogjuk tudni csinálni. Tökéletes, nagyon jó. Nagyon kíváncsi vagyok a tojásunkra, meg kell nézni, hogy elég kaja van-e nekik, mert ha úgy van, akkor inkább még venni is kell, és ezért lehet, hogy nem kellene adni a búzát, hanem most már tényleg be kéne termelni abban a 30 ezeres silóban, meg az összes, mi az összeset oda fogjuk burogatni, ami itt készülni fog, búza. Oda nézzetek, kikultiváztam a Flopsy földjét, azért az se gyenge annak, hogy ezt meg lehet csinálni. Na ennyi, tesó. Na igen, ennek meg kell a 110 lovas motor, mert ma megint nem sipol a turbó. A 13-mal. Ó, de szépen csodálatosan dolgozunk, gyerekek. Ó, de szépen csodálatosan dolgozunk. És lehet, hogy igazatok van, a végét meg fogja jól csinálni. Végeit. Ezeket a nyomorult fákat kell. Egyébként lehet, hogy itt is ezeket a szar fákat, ezeket a piciket eltüntetném, akkor
itt is megcsinálná normálisan, mert én gyanítom, hogy itt ezekkel van probléma. Mert ugye az autók, azok megállnak, ugye azok hagynak helyet, hogyha fordulni akar majd a gép, azokban nem tud elakadni, hanem a izével van probléma. Ezek, mondjuk ez a tábla lehet, hogy ez zavaró tud lenni, de a más nagyon nem. Na, gyerekek. Oké, megvagyunk. Ezt lerakjuk valahova. Egyébként akkor várjál, már rakjuk normális helyre ezeket, nem? Mondjuk rakjuk ide. És akkor megtöltjük az egyik vetőt, és akkor meg is küldjük fölfele. Megpróbáljuk az MTZ-vel, csak annyit csinálunk, hogy az MTZ-t konfiguráljuk, megnézzük a 110 lovas van-e benne, de valószínűleg nem. Ha nem, akkor azt beledobjuk. Ez meg van véve, meg minden. Ki van fizetve, gyerekek? Ne vicceljetek már. Konfigurálás. Megint a 80 lóerős. Úgy utálom ezt, gyerekek. Jó, inkább... Ja. Ugyi, már mindjárt jobb hangja van, nem? Ugyi. Egyébként az a baj, hogy nem látni rajta turbó feltöltőt. Mondjuk lehet, hogy olyan helyen van, de... Istenem, hallod ezek? Tök jó, imádom a mester. Mi a franc van? Hányan vagytok? Gyártek még kemények legyetek. Na, imádom a mesterséges intelligenciát a játékban, mindig ilyen csodálatos dolgokat csinál. Na gyerekek, az egyik vetőt. Nézzük, hogy mi van benne. Aztán megküldjük az MTZ-t, mert miért ne? Hát ebben nem sok minden van, nyissunk egyet, aztán jöjjük az ifába. Hol van az ifa? Hol raktuk az ifát? Ott van benne a telepen. Mit keres a telepen, amikor vetés idő van? Ne viccelj, ifa. Jó, 12 ezerünk van, teljesen jó vagyunk, mármint nem nincs szükség komoly összegre most, hanem majd, figyelj, hogyha rozni fog az összeg. Ezt ide megállok. Előbbre járok az MTZ, és beleburogatom, azt akkor nem kell töltögetni. Mondjuk ennyi erővel van, hogyha kaszáltam, nem? Nem, akkor már itt jó van, hát hiszen megállnak az autósok, töltsük meg így. De egyébként nem hajlandóan. Mármint így kinyílik, kinyitott, te is. Most oké, most töltötte. Töltsed? Úristen, minden magizébe volt. Kevés volt benne. Ne! Halljátok gyerekek, kevés lesz a cucc. Na mi van már? Nem értem, hogy miért nem tölti néha. Töltsed már föl! Nyírre! Másik. Búza. Úristen, el fog fogyni az összes gyerekek. Sőt, el is fogyott? Nem hiszed el. Ke kell menni megint ide venni. Jó, mindegy, ezt megküldjük. Jajapám! Szerintem ezek a munkások, ezek rettenetesen, nem tudom, a munkások, a sok mód, meg minden egyszerre. Az tudja itt akasztani a dolgokat. Na mi megyünk már odébb ezzel az ifával, meg egy kicsit. Megint bazd mennyibe kerülnek ez a sok meg minden, te Jézus Úristen. De mindjárt vége a izének, a tárcsázasnak. Gyerekek, hát nyomni kell neki. Jó. Jó, mert addig megállnak az autók, ugye. Nyomjuk neki a izét. A vetést. Hát nem tudom, hogy az MTZ mennyire fogja elvinni, szerintem el fogja egyébként. Akár mennyire is, addig dolgozzon, hogy valami legyen, előbbre legyünk annyival is. Hát jó nagy az a vető, apám, ez mögött az MTZ magad. De az nem kis pálya. Na, figyelj! Gépi munkás, csapjad neki! Oké. Okay. Mennyi? Übaze! Jó van, oké, okay. El lehet felejteni, ugye? Jó, nem, semmi értelme ennek, gyerekek. Addig itt marad, amíg hozok az ifával magot. Nem megyünk itt erre, nem tudok menni. Nem megyünk, megnézem, hogy fordulnak a föld végébe. Kíváncsi vagyok. Jó működ nekem, most kíváncsi vagyok, hogy tényleg ez van. Mert akkor lehet, hogy érdemes lenne a másik végén is lecsapkodni a fákat. Majd mindjárt megnézzük. Ugye ott nem húztuk le.
Hát, hogyha igazad volt, akkor nagyon szépen köszönöm neked, bárki is írtad. Ömlik a füst a idejében az ifában, hát mi történt? Oda nézze, jól fordulnak. Ez volt a baj, azok a rohadt föld alatti fák, gyerekek. Ez a baj. Ez a baj. Azokon egyszer nem tud mit kezdeni a gépi munkás. Kell hozni minden, gyerekek. Lehet, hogy egy permetszert is hozok. Lehet, hogy megrakom az ifát, most nagyon cudarulám, gyerekek. Lehet, hogy az lesz, hogy teljesen átvariáljuk. Meg azt hiszem, nem tudom, hogy ezeket valószínűleg egybe lehet öntözni, hogyha többe kevés van, nem? Gyerekek, el is fogom cseszni azt a pénzt rá. Hát ne haragudjatok, de kell most. Nem akarok szabadkozni, emiatt várjál. Feszítővéket kikapcsolom, aztán át is rendezzük. Nem lehet egybe önteni? Várjátok, ezt kikapcsolom. Úristen, nem kell ennyire pörögni, brutálisan pörgünk. Azt nézem, hogy nem úgy látom, hogy nem kell itten öntözni egymásba. A gyerekek nagyon sok kell, úgyhogy várjál, ez most hogy van. Figyelj, szórjuk le innen, aztán újra rendezzük, jó? Mert ez így borzalom, ami itt van. A borzalom, ami itt van. Az ifával. Figyeljetek, majd mindjárt kitalálja a keeper, ne félj. Kellene legalább 5 raklap mag. Hát az nagyon is, nagyon kevés, az kevés is lesz. A magocska, 5 raklap. 1, 2, 3, 4, 5. Jó, legyen 6. Hú, szilárd műtrágya. Ebből 1, 2, 3, 4. Nincs. Jaj, de hülye vagy, nincs is elég pénzed. Remélem, hogy a izére elég lesz a gyomírtóra. Dík. Nem, ugye a gyomírtó az köllöd volna még. Jó, gyomírtóra sincs pénzünk. Azt a betyár, gyerekek. Na mindegy, a gyomírtóban remélem van elég. Na, ha nincs, akkor nagyon rácsesztünk. A gyomírtót kellene valahogy alulra rakni, egyébként azon agyaltam. És egyébként azon agyalok, hogy lehet, hogy 3 sorba rakom. Megpróbálom legalábbis. Hát lehet, hogy itt... Hát ezt nem kell 3 sorba rakni. Így jó. Bazeg, halljátok, 20 000-et költünk magukra, meg műtrágyára, meg minden szarra. Nem tudom, a permetezőben mennyi van, meg a permetet mennyi van. Na, ha figyeljetek meg, az meg kifogy, akkor megőrülök. Jöjj, gyorsan csinálja a keeper a munkát, mert nagyon gyorsan kell. De nincs semmi gond, mert ugye gépi munkások dolgoznak, és egyébként nem is tudnák semmit csinálni, mert ugye nincs is több gépünk, tehát a izai az nem tud többet vinni. Mi az? Mi a manó? Tehát az MTZ van, az meg nem tudja elvinni a vetőt, szóval nincsen semmi gond. Az MTZ az ilyen kis... Az a Dani. Az MTZ a Dani. A kihordani, behordani. Ezt a sorskártyát, ezt a tiszta udvar rendes házat, ezt már annyiszor kihúztuk, mert nem is értem, hogy a francba sikerül mindig azt kihúznom, nem? De ez már kezd egy kicsit ilyen túlzás lenni. Ezt mindig kihúzom, azt hihetetlen. Különben tök durva, hogy valamikor ugyanaz... Hogy lehet az, hogy majdnem mindig ugyanazokat a sorskártyákat húzott ki? Van egy csomó sorskártya, amiket nem is húzták ki, lehet, hogy tényleg azt kellene, hogy kivenni azokat, amiket kihúzingálunk, mert így meg olyan az, hogy mindig ugyanazokat húzom ki. Na, azt itt lespanizom, mehetünk tovább előre. Előre a csatából! Oké. Zsanyika meg ide horkol, hallod? De most halál komolyan ilyen brutálul. Nem tudom, hogy nem hallatszik ebbe a videóba. Zsanyika, ne horkoljál, more, hát mi a szar? Hát mi történt veled? Na, ez meg mehet oda föl a tetejébe. Hallod, ezen aztán lesz anyaga semmi. Még nem végeztek a munkások látni fönn ugye bal oldalt. A csodálatos modifikációnak köszönhetően, ez tök jó. Hát ez meg feljön át. Apám, na most megraktuk. Hát remélem, van minden, mind a bucsúba. Egyébként ezek jó, mert bele fognak menni nagy részük a vetőkbe, szóval nincsen semmi gond. Na gyerekek, oda nézzé! Hát ez nagy királyság volt, hogy felraktunk. Na, erről beszéltem, hogy nekem autódott helyett simán mehetne ez. Egyébként föl is lehet csukni az oldalt. Igaz, hogy egy elég érdekesen ugye félre becsukja, úgyhogy leengedve hagyjuk. Na,
Verjük neki, gyerekek! Ja, nem mentem rá az alatt se semmire, hanem az volt szerintem, hogy meg, majdnem megföldítünk. Majdnem fölült a képer. Na nézzük, mi a szituáció. Oda nézzetek, milyen szépen dolgoznak a képek. Sőt, ha mindjárt végeznek a... Ez össze is fog csuklani a másikkal. Úgyhogy ez pont jókor jöttünk, azt el kell rakni onnan. Valamelyiket. Sőt, a rába lesz ő. Várjál már rába. Úgy. Ez pont jókor értem ide, mert különben itt össze gobolyodtak volna. Gobolyőrmester, meg akkor igen. Az van. Így ezt rakom idébb. És akkor jöhet a... Az is. Ennyi testvérem. Kirovetsz pont végzett, oda néz, pont kírja. Befejezte a munkát. Figyeled? Azért ezt kivonta le, oda nézzé. Komolyan mondom, a logisztikai szempontból nagyon csodálatosan működik az egész. Itt megindítom mellette, és amire megtöltjük a vetőket, arra tökéletesen meg is leszünk szerintem. Jó, hát ez mehet is így lefele. Ez mit csinált ott? Legugolt gyerekek a gép. Oké, menjél, nem számít, hogyha nem pontosan van indítva. Az idő, pénz, gyerekek. Ifával megyünk, megtöltjük a vetőket, előkészítjük őket a melóra. Nem itt kellett volna mennem el. Na, megint beásom magam. Ajjaj, nehogy elásd magad. Ezt nem jó fölengedni a földre, gyerekek, ezt az ifát. Kultivált földre nem szabad, gyerek, szántásban mi történne velünk? Rúgunk mind a... Kágyilló! Ismerősömnek meséltem egyébként, hogy múltkor a Sanyi küzdött a kígyóval, azt végén megkérdezte, és a végén elfutott a kígyó. Mondom, hogy ne, olyan szép, vigan szalad végig, szedte a lábait. Szóval esküszöm, gyerek, megkérdezte, hogy végén elszaladt a kígyó. Elmondom az anyád szemét. Ja, itt egy kicsit veszélyes egyébként menni ezen a... itt ezen a részen. Olé! Gyerekek, mindjárt meg vagyunk, jó ide, jó. Ide bálunk mellé, azt itt kb. Mindent is elér. Na! És nem tölti. Zárjuk, benyissuk ki, zárjuk, benyissuk ki. Most se tölti, tök jó. Előbbre ajánlok. Nem tölti. Miért nem töltött, barátom? Most se tölti, jó. Hát ez a legjobb egyébként. Nem értem, hogy ezt miért csinálják ezek a vetők. Vagy mi, én vagyok a hülye. Vagy mi történik, de... Varító tud lenni. Hát igazából így meg tudod oldani, szóval... Olyan nagy gond nincsen, csak hát egy kicsit olyan... Fogra. Fúra. Vissza kéne rakni ugyanoda kb. Így de jól sikerült. Oké, ez meg szerintem azért most már van benne bőven. Igen, 100% tökéletes. Ezt itt lerakjuk. És ide ma már jöhet majd egy gép. Jaj, ez egyébként az MTZ-vel tökéletes így rendezgetni őket, úgy látom. Be is húzom a helyére őket, és a helyén fogom tölteni gyorsan. Ahogy gyerekek, hát nagyon jó, egyébként nagyon jól megy itt a dolog. Egyébként itt meghagyhattam volna itt szembe a telepet, mert sokkal egyszerűbb a földet elérni, nem? Mennyi autó itt összegyűlt. Menjetek, menjetek, gyerekek, nyomjátok, vigyázzatok, ezerrel. Gondolkozok, ezeket a fákat vetés előtt kicsapom, azt akkor kiderülne, hogy ezekkel volt-e a probléma. Mit szóltok hozzá? A nagyobb, ezeket a kicsi fákat, tudod, ezeket a csekmerékeket. Akadályozza az objektum, gondolom ezek összeakadtak, vagy mi van velük? Hát mozog minden. Mozognak, ugye? 2 kilométer, minden egy mozog, hogy látom. Akkor mi akadályoz, kit akadályoz? Ne akadályozzon senkit, semmi. Na, várjál már. Közben elgondolkodtam, ezt fel akartam igazítani egy kicsit jobban az oldal. Egyébként ez az MTZ szegény, ez ilyen őskövület maradt szerintem, így megmarad a végéig. Ez lesz a kabalán, gyerekek, ez az MTZ, jó? Szólnátok hozzá. Na,
Akkor kéne hozni ifa. Mondjuk, még addig se gyalogolok a gyerekek, ha nem vagyunk ide átugrató. Jó, szerintem körülbelül pont végeznek. Menjünk az ifával, megtöltjük meg azt. Ez az ifa, ez jó ötlet volt, egyébként nem. Az ifa, ez baromi jó ötlet volt, igaz, hogy ugye pénzbe került, de szerintem már bőven visszahozta úgy az árát, hogy legalább nem kell folyamatosan linkolni, és szerintem azt is fogom csinálni a gyerekek, hogy én itt de műtrágya kell, figyeld, leoldom a spanit. És leveszünk egy műtrágyát. Mondom, leveszünk egy műtrágyát. Aztán betöltöm így. Ja. Ezt lenni is hagyom, mert a másikba is kell. Ezt igazítsuk vissza. Úgy. Meg ebbe kellene mag is, gondolom. Mag, hát a mag az jó, elég legyen benne. Oké, jöhet a következő, mert egyébként ezek már lassan végeznek, aztán szeretnének dolgozni. De tök jó, hogy előkészített, nem nekik? Ez szerintem ez baromi jó. És figyeld, milyen jó végeznek. Pont ez a kettő vége, ez a harmadik húzza le, tökéletes gyerekek, perfekt időzítés. Ne akadjatok össze! Pont ez. Tökéletes lenne. Nagyon jó, és a Kirovec meg pont húzza az utolsó csikot. Áááá, nagyon ott van! Nagyon megcsináltuk. És a fal mellé pakolunk mindent, tudom gyerekek! Nyomjuk neki. De nagyon király, nagyon élem, nagyon jó ez a pörgés, imádom ezt a pörgést. Következő részben harapni akarok, ne vicceljetek. Meg kell nézni a tyúkoknak mindenképpen, hogy van-e nekik kaja, nem hogy az legyen, hogy éhen vesznek, és nem termelnek tud tojást. Oké, jöhet a vetőér. Ezt a szélső vetőt már indíthatja is. Előtte lehet, hogy ki kellene csapnom a izéket, a fákat majd. Várjatok gyerekek. Ja, nézzük. Oké. Búza, mehet. Te adjad neki, Sanyi. Oké, tesó. Nyomjad neki. Elégnek is kell lennie, nem kell utána futkoznom. Oké, srácok. Itt meg izé van, itt meg... Úristen, meg mi van? Izé van? Mennyasszonyi mehet? Vagy minek nevezik azt? Oké. Pont végzett mind a kettő, tökéletes. Az utolsó helyre mehet egy. Ezt le tudom már indítani. Igen, közben ugye mondtam, hogy úgyis rendet rakunk, hát ugye tök jó, mert így egyből rendbe is kerülnek a dolgok. A permetezők meg majd, hogyha elrendezett mindent az MTZ, már veheti is fel a hátára, és azt állíthatjuk is be. Úgyhogy ez nagyon, nagyon kajakra megy egyébként. Úgy. Ez mehet az utolsó vetőér már, mint ami a föld végében van. Üzemanyag problémáink vannak, gyerekek, üzemanyag problémáink vannak megint. A Kirovetszel. Ajjaj. 824-ünk van. Ajjaj. Nem lesz jó, el kell mennem mindenképp tankolni. Ez nem fogja tudni végig csinálni így. Úgyhogy mehetünk. Addig meg akkor a T150K-t behozom, amíg ezt tankol. Bazeg, a Kirovetsz zabálni. Ebben van az 22.000-es motor, vagy mi a szar? Mondtátok, a 300 lóerősöd, vagy a 3 nem tudom hány lóerősöd rakjam bele, azt az nekem jó lesz. Hát olyan szempontból nem jó egyébként, hogy ez annyit teszik, hogy sem. Tankoljál, mi van? Miért nem tankol? Hallod? És köszönöm, miért nem tankol? Hát miért nem tankolsz? Erre nyomom, nem tankol. Na, most tankol. Azt a betyám, mi volt ez? Ezt nem igazán értettem. Időm valahol rába is. Jó. Oké, a rába is megtette a mikro. Úgy látom.
Ó, de szépen táncol a rába, a föld után, a makadám után. Ja, hát gyerekek, 7 darab eurónk maradt. 7 darab eurónk maradt, hallod, az vágott, hogy 7, 6, 5 eurónk van. 4 eurónk van, gyerekek. Hát ez teljesen jó egyébként. Nagyon, megint sikerült. Megint sikerült totálisan lenulláznom magam. Nulla euró, yes! Megcsináltuk, gyerekek. Már csak 1 milliárd eurót kell összeszednünk. És megvan a izé, megvan a... Jó, akkor a rába megy a szél, nem van még uzam, nem is tudom, bazza, a 150k-ban mennyi volt, meg sem néztem. Az mit csinál? Nem mondod, bazza, komolyan mondom, most kezd elegem lenni, hallod? Ez tolad vissza a föld aljába. Föld végébe. Nem mondod, bazza, komolyan! Hallod, a legvégéből tolad vissza. Az onnan. Toladgad vissza. És itt a szélébe szarakodnak egyébként mindig, utána tök jól viselkednek. Nem tudom, itt a szélébe mi van. Itt hagytam egy fát, vagy mi történt? Megnézem, mi van itt a szélében, itt szórakoznak. Az ott fa lesz? Lehet, hogy az egy fa. Mindjárt megnézem. Lehet, hogy nem jól szedtem ki. Mennyi barátom, én meg itt megnézem neked, hogy mi a bajod. Itt van egy fa még. Tuti ez a bajuk. Tuti ez volt a bajuk, gyerekek. Ez a bokor, ez nem számít. Jó, oké, art felé is sem mennek. Meg itt van egy ilyen, ezt a cserevészt is ki kéne csettintenem. Oké. Azt a betyáról is teremteket, gyerekek. Hát itt volt baj. Itt is egy ilyen csenevé, ezeket... Mondjuk itt már nem volt gond, ugye? Ezek jó voltak. Itt mondjuk van, látod? És ez biztos, hogy ez miatt a csene... Oda nézzél a csenevészt, amiatt. Amiket nagyon ide csaptak a készítők, ilyen checkmate fákat, azok miatt. A nagy fákkal egyébként nincs baja, de ezekkel csenevészekkel van. Láttad? És itt. És fontod volt. Jó, legalább tudjuk. Viszont ugye jól lenne volna megcsinálni a másik oldalt is, de hát... Mindegy. Valószínűleg itt is egyébként azokkal van probléma, én úgy érzem. Ha fák ki lennének, akkor lehet, hogy itt is jól működnének. De mindegy, kettőt lehúzok, meg egyébként úgyis hosszában lesz legközelebb már. Hát legközelebb, legközelebb talán. Nem, még ugye kettő ólat kell venni, hogy tényleg extrém termelékenyek legyünk. Jó, megindul a rába. Nyomja neki, mint az őrült. Ezt meg ide viszem középre. Új! Ez a repülőbagot majdnem sikerült megcsinálnom. Jó, ez itt marad. Hozzuk a... Jön meg a T-150K is kijöhet. Jaj, gyerekek, azért vannak itt gondok. Mit csinálunk? Hol van a izőink? Ja, itt a T-150K, jó. Jó, nyom egy íves. Figyelj, semmi gond nincsen, hogyha nem húzza ki teljesen, úgyis lehúzom a két szélét, tudjátok. Szóval nem gond. Azt már megszoktuk, hogy ez a széle nem jó. Egyébként mindjárt meg fogom mutatni, hogy milyen vetőket kaptam tőletek. Hogy milyen vetőket hoztam. Gyönyörű, csodálatos, nagyon imádom. Egyébként rohadt jó vetőket küldtetek. Várjátok, hogy ezért nyitom ki először. Ezt. És akkor a műtrágyát be tudom passzírozni. Hát egy kicsit odébb is indíthatnám, de jó lesz ez itt. Nyisd ki, Léci, a műtrágyát, vagy. Ezt ide dobtam. Az a baj, hogy rárakod, akkor nem folyik. Mármint, hogy legszívesebben itt hagynám, tudod, hogy... De ugye, hogyha rárakod, akkor nem folyik. Tartanod kell. Na, örültem neki, hogy eltűnik. Oké, okay, kellene hozni az izét, T-150K-t is közben, meg kellene hozni az ifát is. Jaj, mennyi munka van, azt a rohadt életben van, gyerekek. Ez jó is, hogy elviszem innen, mert jön vissza a rávas tájger.
A vetés az nagyon fontos, hogy az ifa ne legyen fostos, hanem elvigye a cuccot, attól nem leszünk boldogok. Na, oké, okay. Álljál meg, álljál meg. Ilyenkor ugye lespanizunk, szuper. Még ebben jöhetne egy kis anyag. Ebben nem volt sok, még jön egy akkor. Na 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 na. Oké, ez szerintem bőven elég. Aha, 93%. Nyíljon a másik. Magocska, 57%-on van, jöjjön egy mag. Jó, ez meg is telik szerintem ezzel. Oké, gyerekek. MTZ mehet innen. Mit csinál az izé rába? Csinálják ezek? Jó dolgoznak? Jó dolgoznak. Jöhet az izé, 10%-ka. Jó, valahol a benzinkúta, ne. Hogy van mögötte az ikonnak? A keeper már fejbe tudja ezeket a dolgokat. Jaj, de jó. Viszont ez tök jó, hogy már nem tabolva. Annyira leszoktam a tabolva gépváltásról, de szerintem ez baró jó. Hogy nem azzal szemben az ember, ez nem, nem a legideálisabb. Yeah. Miért a kirovec? Miért a kirovec? És akkor van egy kicsi leheletnyi időnk. Arra például, hogy... Ja, hát igazából... mindjárt annyit csinálok, meg kell javítani majd a vágóasztalokat. Meg annyit kellene csinálni. Szerintem egyébként nem be is vihetem a ifát, mert egyelőre szerintem nem kell. Ő mehet. Ifa mehet be. MTZ veszi fel a permetezést. Ezt nem zavarom. Ja! Nem volt tekörve, apám. Csúsztak ám szét. Jó, ifa az általában ugye itt van. Meg annyit kell megnézni, hogy a tyúkoknak van-e minden. Mit akartam még csinálni? Ez a pótkocsi az jó. Még az ifát is kell hozni majd vissza. Oké, okay, gyerekek, minden rendben van, minden rendben van. MTZ veszi fel a permetezőt, mert ugye most egyelőre az a legsürgősebb. Az a következő folyamat. Értelemszerűen. Kihasználom ezt az aszfaltos utat. Jó, hát amit ugye elcsösznek ezek a tökösök, azt a végén majd lehúzom. Akkor... Remélem, hogy annyira nagyobb... nem rontanak el semmit. Egyébként ezt a füvet fölhamsterelhetném, nem? Amíg itt dolgoznak. És eladhatnám, azt írtátok, hogy ez... Akkor nem lenne vele itt, nem kéne itt vinkódnom, úgyhogy lehet, hogy azt meg fogom csinálni. Ezt viszont meg kellene tölteni, hát nem tudom, hogy mennyi van abba. Hát remélem, hogy van valamennyi. Úristen! Már megint? Jó, oké. El kell adnom a szalmát mindenképpen. Ez... Jöhet ide. Ugye? Mindenképp kell még egy permetszer. Ezt tutióra kell, úgyhogy el kell adnom a szalmát. Meg akkor összehamsztereszhetném egybe a füvet is. Gyerekek, mennyi idő telt el? Hú, hát én szerintem még el kell, hogy legyen a résznek. Innen folytatódik, és ugye most mivel dolgoznak a melósok, tudok a következő részben egy csomó minden jó dolgot csinálni. És baza, hogy állnak itt a dolgok? Itt a vetés dolgok. Mi van itt? Mi folyik itt gyöngyösen? Ez merre vet? Ez mit csinál az már megint? Ez ennyit csinált még csak? Ez elég lassan fordult a végén, nem gyerekek? Valami nem stimmel tenni. Ja. Hát ez nem a leggyorsabb szegény. Jó, hát mit várok tőle, most indultam el, ugye? Oké, srácok. Akkor igen, elbúcsúzom, és a következő részben rengeteg dolgunk van még. Meg kell javítanunk a vágóasztalokat, meg kell néznünk az állatoknál mennyi kaja van. 3000 liter, 5000 liter, 6000 liter, 2000 liter. Az nem biztos, hogy elég lesz, úgyhogy meg kéne nézni. Van nekem izajom?
bepakolva, sílóba a búzám, azt is megnézi a keeper gyorsan. Van búzám, 4100 létkó sílóba, úgyhogy ezt még be kellene mernem nekik. Jó gyerekek, akkor elbúcsúzom, azt innen folytatódik. Köszönöm szépen figyelmet, szevasztok!